mikor újongva nevet a kék ég, és a szellő mégis ezer szizegű halott levélkét takarít. Gyakorta érzek, olyan különös, kimondhatatlan valami. A korosztályukhoz mérten komolyabb verseket is hallhattunk az általános iskolás versenyzőktől a Dzsida Jenő szavaló versenyen Szekszárdon a katolikus plébánia közösségi házában. A Szent József Iskola Központ rendezi meg évről évre a Dzsida Jenő versmondó versenyt. Ezelőtt 7 esztendővel az én ötletem volt ennek a versenynek a megindítása. Igazából az volt, kettős célom volt, az egyik az, hogy ezt az adventi időszakot, ami a mi iskolánkban egy kiemelten nagyon fontos és különös hangulatot árasztó időszak, azt még egy picit emeljük azzal, hogy a gyerekek adventhez, a hithez, illetve magához, karácsonyhoz kapcsolódó verseket hoznak. Itt előírás, hogy csak magyar versekkel lehet indulni. Egyházmegyei szintű, tehát általában az eddig évek tapasztalata alapján 60-80 fő az átlag jelentkező, ez idén is így van. 8-10 iskolából jöttek egyházmegyei, elsősorban egyházmegyei iskolák, de a helyi iskolák is képviseltetik magukat, illetve a várdombiak, alsónánaiak szoktak még mindig megtisztelni bennünket a jelenlétükkel. És a másik célom, mert azt mondtam, hogy kettős célom volt, az az, hogy ebben egy kicsit különleges ebben a versenyben, hogy mindig országos hírű színész a zsűri elnök. Ennek az az oka, hogy úgy gondoltam, hogy talán jó lenne egy olyan teljesen objektív embert ide meghívni, aki nem csak abszolút szakembere a szavalásonak, hanem tényleg nem kötődik semmilyen szinten senkihez, nem tudja, hogy kik azok a gyerekek, és melyek azok az iskolák, amelyek itt képviseltetik magukat. Tehát egy picit azért Szekszárd nem egy olyan óriási hely ilyen szempontból, és a helyi szavalóversenyeken ezt szerintem óhatatlanul nehezebb kiküszöbölni, és hát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez minden évben tényleg sikerül. A zsűri elnökeként 3 évvel ezelőtt láthattuk először Szekszárdon Mikó István Jászai Maridénes színművészt. A felkérésnek idén is örömmel tett eleget, mint mondta. Már az nagy dolog, hogyha valaki kiáll és elmer mondani egy verset manapság, az a legnehezebb dolog. És hogyha még valakinek az is sikerül, hogy pontosan, érthetően, értelmesen és szépen beszél, nyilván annak több esélye van, de mindenki, aki itt volt, nagyon helyes és nagyon, nagyon szép dolog ez, hogy vállalkoztak erre. És halljuk. Tehát van, aki úgy nagyon kicsit befelé beszél, nagyon aranyos, meg minden, csak úgy nehezebb közvetíteni a gondolatokat, a költő gondolatokat, vagy esetleg az övéit, hogyha vannak. És természetesen, hogyha van benne saját érzés, az mindig felfénylik. Köszöntelek, te zöld fenyő! Megszépítetted házunk. Húzuzmarás karod körül, kitárt szívünkkel állunk. A messziség küldötteként vállaltad véges sorsod, mert rámborult a hosszú ég, egy fényt, reményt kioltott. Mivel hogy ugye már évek óta zajlik ez a verseny, ezért már az tanév eleje óta keressük azokat a gyerkőcöket, akik egyrészt szívesen jönnek, meg akikben mi is látunk úgymond fantáziát. Természetesen azért van egy iskolai szűrés, tehát nyilván mindenkit nem tudunk elhozni, de évről évre már tudatosan úgy kezdjük a tanévet, hogy december jön, akkor szavaló verseny. Csak egy csillag látszott szem karácsony éjjel, fényes aranyszállal, szórt a fölmény széllyel, mint azon a napon csendült a világra, s mint három királyok indultunk utána. Én azt tapasztalom, néha egészen megdöbbenek most például itt az utóbbi korcsoportnál, hogy egy-két harmadik, negyedikes gyermek, tehát azt érezte az ember, hogy tényleg érti és érzi azt, amiről beszél, annyira szépen átjönnek ezek a gondolatok. Mi hiszünk abban, most ez a saját iskolámról, de itt ugye több egyházi iskola is van, hogy azért nagyon sokat jelent, hogy ezek a gyerekeknek legalább egy jó része azért maga is hívő, vagy legalábbis a vallását gyakorló családokból jön. És szerintem is ez érződik. Én örülök, hogy ezt ön is észrevette, mert én is így gondolom, hogy ez mindig érződik. Memoriter most már nem tudom, hogy kötelező, annak idején azért nagyon sok verset kellett tanulnunk az iskolában, ami azért
érződött is. Emlékszem, én is nagyon sok szavaló versenyen vettem részt, és emlékszem az izgalmakra is, az, hogy az ember úgy be van tojva szabály szerint, hogy most akkor meg kell nyilatkozni. És az nem az számít, hogyha valaki esetleg elfelejt egy sort, vagy van beszédhibája. Természetesen a későbbiekben ez kinőhető, megjavítható, hanem hogy valami ott megcsillan a szemében, itt a kis fején, azt lehet látni. Ez a legfontosabb. Ó, emberek, gondoljatok ma rá, ki Betlehemben született ez este, jászulalmán, kis hajléktalan, szelíd barmok közt, kedves bambínú. Ó, emberek, gondoljatok ma rá, hogy az anyja az Úr szolgáló lánya, s apja átcsapolt.